átlátszó plexilemezen merőlegesen átvezetett különböző elrendezésű áramvezetők mágneses terét vas reszelékkel láthatóvá tehetjük. Elsőként egyenes vezető mágneses terét vizsgáljuk a vezetőre merőleges síkban. Az írásvetítőre helyezett plexilemezt szórjuk meg vas reszelékkel. Kapcsoljuk be az áramot. Kis ütögetéssel a vasreszelék kör alakú láncokba rendeződik. A koncentrikus körök a mágneses indukcióvonalakat szemléltetik. Áramhurok vagy köráram mágneses indukcióvonalainak kialakulását láthatjuk a hurok síkjára merőleges felezőségben. Néhány menetből álló tekercs. A mágneses tér az egyes hurkok terének szuperpozíciójaként jön létre. Az indukcióvonalak a tekercs belsejében sűrűsödnek. Sok menetből álló egyenes tekercs, más néven szolenoid. A tekercs belsejében a vasreszelék a tekercs tengelyével párhuzamosan rendeződik. Itt a mágneses tér homogénnek tekinthető. A tekercs végeinél az indukcióvonalak Rudd-mágnes teréhez hasonlóan szóródnak. A Rudd-mágnes egyik pólusából kiinduló mágneses indukcióvonalak a másik póluson keresztül önmagukban záródnak. Gyűrűszerűen zárt körtekercs, más néven toroid. A mágneses indukcióvonalak gyakorlatilag teljesen a tekercs belsejében futnak, önmagukban záródnak. A tekercsen kívüli tér zérus. Az elmélettel egyezően a kísérletek szemléltetik, hogy bármely áramvezető körül kialakult mágneses tér indukcióvonalai zárt görbék, a tér örvényes.